Újra választották a polgármester Tőcsényben, aki a menekültek elleni támadások miatt mondott le korábban. Karácsony Gergely és Szél Bernadett is népszerű Orbán Viktornál, a pártok között azonban utcahosszal vezet a Fidesz. Meghalt egy nő, miután egészséges hármas ikreket szült Debrecenben, az egyedül maradt apának gyűjtés szervezte. Egy autót kellett kimenteni a Kékesen a sípályáról, a tulajdonos azt akarta megtudni, hogy mit tud az autója. Jó reggel kívánok, ez a Híradó 6 órakor, Tóth Géza vagyok. Újra választották Őcsényben a menekültellenes hangulat miatt lemondott polgármestert. Fülöp János szeptemberben mondott le önként megbízatásáról, miután a falubeliek és a helyi panziós miatt komoly konfliktus alakult ki néhány menekült család nyaraltatása miatt. A panziost a helyiek megfenyegették, és még a kocsi a kerekeit is kiszúrták. A polgármester akkor azt mondta, ennyi indulattal nem tud mit kezdeni, inkább távozik. Az időközin végül mégis újraindult. 1023-ból 592-en szavaztak rá, így lett ismét polgármester. Szél Bernadett és Karácsony Gergely is népszerűbb, mint Orbán Viktor. Ez derül ki a Publikus Intézet vasárnapi hírek számára készített friss felméréséből. A kutatás szerint még Orbán Viktornak 42 pontos a népszerűségi indexe, addig az LMP miniszterelnök jelöltjének 44, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltjének pedig 46. Ennek ellenére nincs okuk a boldogságra az ellenzéki pártoknak, mert a Fidesz támogatottsága még mindig nagyon magas. A biztos pártválasztók között 48%-on áll. Ebben a kategóriában az MSZP 15, a Jobbik 14, az LMP 7, a DK pedig 6%-on áll. Hármas ikreket szült, majd pár órával később életét vesztette egy kismama a Debreceni Egyetem szülészeti klinikáján. A hajdúszoboszlói fiatal nőnek és férjének Lombik programban sikerült elérni a terhességet, amelynek 32. hetében került be az anya kórházba. A kicsiket világra hozta, majd nem sokkal később rosszul lett és meghalt. Az apa nyilatkozott Híradónknak, azt mondta, felfoghatatlan számára, hogy a mai világban ilyen előfordulhat. A hármas ikrek édesapja azt mondta, hogy alig két és fél óra alatt történt minden a szülés után. Pénteken reggel ment be a felesége után a kórházba, mert boldogan hívta, hogy nem sokára megindul a szülés. A pár már régóta szeretett volna gyereket. A sikertelen próbálkozások után végül a Lombik Baby program segítségével esett teherbe a nő. Az édesanya óvónő volt. Pár napja még a közösségi oldalán a kisgyerekeknek üzent, hogy nagyon hiányoznak neki. A kórházban az apának azt mondták, hogy az anya szervezete nincs felkészülve a szülésre, ezért elő kell készíteni. Három picit szakszerűen kiemelték, ugye nem is volt ezzel semmi probléma, onnantól kezdve kezdődött úgymond a fekete leves. Páromon én azt vettem észre, hogy biztosan ezt aláírom, biztosan megterhelte a szervezetét, őt is ez a szülés. Utána egyre rosszabbodott az állapota. A három kicsi, két kislány és egy kisfiú egészségesen jöttek a világra, de édesanyjuk állapota folyamatosan romlott, és nem sokkal később meghalt a klinikán. A fiatal férfi kamionsofőrként dolgozik. Ő most egyedül maradt az ikrekkel. Miután az eset hamar elterjedt az interneten, nagyon sokan barátok, ismerősök ismeretlenek ajánlottak fel segítséget az apukának. A péntek este az nagyon kellemetlen volt. Nagyon sok kamionos megkeresett, mert nem merték a Tomit felhívni. Ugyebár mi egy nagy társadalom, egy nagy család vagyunk, és vagy engem, vagy a fiamat hívták, hogy igaz-e a hír, hogy tudnának segíteni. Most a legnagyobb segítséget egy olyan személy jelenteni, aki folyamatosan tud a babák ellátásában segíteni, ugyanis az sem biztos, hogy az édesapa tud majd dolgozni a gyerekek mellett. Úgy néz ki, hogy Hajdúszoboszló egy emberként mozdult meg, hogy segítsen az egyedül maradt édesapának és a három picikének. A város alpolgármestere azt mondta, hogy amiben kell és amiben tudnak, azonnal segítenek. Természetesen három pici gyereknek a neveléséhez gondozói segítségre lesz szükség, ezt nagy valószínűséggel fogjuk tudni biztosítani számára, illetve meg fogjuk nézni, hogy a lakhatás és egyéb körülmények között tudunk-e valami olyan segítséget adni számukra, ami ez most azonnali segítséget, illetve tartós segítséget jelent a későbbiekben.
Közben egy debreceni alapítvány is segít, ők az interneten tették közzé elsőként, hogy bajba került a család. Ketten gyakorlatilag a 24 órából 24 órán keresztül rajtanyunk a Facebookon, és próbáljuk azt a rengeteg embert kezelni, akik segítenek annak. Nem csak ország határain belül, hanem túl is rengeteg felajánlást kapunk. Kerestük a klinikát is. Az egyetem sajtóosztályától mi nem kaptunk tájékoztatást. Egy debreceni hírportál azonban hivatkozik egy közleményre, melyből az derül ki, hogy egy bizonyos HELLP-szindróma súlyos vérzéssel járó szövődménye okozta a fiatal nő halálát. Magyarországon halnak meg a legtöbben kerékpározás közben az uniós országok között. Az 1 millió lakosra jutó áldozatok száma nálunk a legmagasabb. A Magyar Kerékpáros Klub szerint biztonságosabb lenne a közlekedés, ha a KRESZ pontos oldaltávolságot határozna meg előzésnél. Az Unió egyébként azt szeretné, ha 2020 és 2030 között a felére csökkenne a közlekedési balesetben elhunytak száma. Minket autósokat se kell félteni, de én mind a két oldalon állok, tehát én biciklizek is, meg közlekedek is. Nincsenek jó tapasztalataim, sajnos ezt kell mondanom a kerékpárosokra. Hát óvatos vagyok, először is nagy részt bringa úton megyek, ennyit tudok tenni. Nem minden kerékpáros ilyen körültekintő, az autósok leginkább a zebrán elkövetett szabálytalanságok miatt panaszkodnak, és biztonságérzetüket leggyakrabban a váratlanul bevágó bringások teszik próbára. Vidéken elsősorban a főutak mentén történnek súlyos, sokszor halálos kimenetelű kerékpáros balesetek. Városban is előfordul, hogy elsodornak bringást, mint például a Tököli úton 3 éve, ahol a biciklis fel is vette, hogyan gázolják el. A városi kerékpáros balesetek többsége mégis inkább kereszteződésekben történik. Egy friss felmérés szerint az Unióban Magyarországon a legmagasabb a halálos kimenetelű biciklis tragédiák száma. Sárgával jelöltük az uniós átlagot, a piros oszlop mutatja a magyar arányszámot. A Magyar Kerékpáros Klub szerint jobbak lennének a mutatók, ha a KRESZ pontosan szabályozná előzéskor a kötelező minimális oldaltávolságot. Azt javasolják, hogy településen kívül 1,5 méter, lakott területen 1 méter legyen az előírt távolság. Ha például bevezetnék ezt a kötelező előírt oldaltávolságot, az 1 métert vagy 1,5 métert, akkor az például sokkal komfortosabbá, biztonságosabbá tenni a közlekedést, ezzel talán jobban együttműködésre lehetne a közlekedőket is késztetni. Brüsszelben az Európai Kerékpáros Szövetség lobbizik. Amikor az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztonságával tárgyalunk, természetesen nagyon kedves és barátságos velünk Violetta Bulc asszony, de azt tudjuk, hogy a háttérben az európai autógyártók igen kemény lobbit folytatnak azért, hogy mondjuk az Európai Uniónak ne legyen olyan célkitűzés, hogy a gépjármű közlekedés arányát csökkentse. Bodor Ádám egyébként azt tartja a megelőzés legjobb módjának, ha mindenki mérsékli a sebességet. A tél és a fűtési szezon megkezdtével egyre több lakást tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. Ezek a tüzek elkerülhetőek lennének, de ehhez a tulajdonosoknak kellene óvatosabbnak lenniük. Szakemberek szerint az is szót érdemel, hogy egyre több tűzeset végződik tragédiával. A legutóbb szombaton Zalában, előtte 2 nappal pedig Nógrádban halt meg egy ember egy lakástűzben. Nem sok maradt abból az Zala-Szent Balázsi házból, amelyben szombaton délután keletkezett végzetes tűz. A lángokat viszonylag rövid idő alatt megfékezték a tűzoltók, de az itt élő férfin már nem tudtak segíteni. Ő bennégett a házban. Nekem nagyon sokat segített. Én mindig megkínáltam ebéddel, adtam neki mindig, amit tudtam, segítettem, ami kárpá volt, már ő olyan ember volt. Hiába volt jó szakmája, ugye szegényem nem tudta azt alkalmazni már. Szülők korán meghaltak, és nem volt, aki áratérítse a jó útra, sajnos. Azt, hogy mitől gyulladt meg a ház, még vizsgálják, de valószínű, hogy a fűtésre használt kályhából csaphattak ki a lángok. A Nógrád megyei őrhalomban is szükség volt a tűzoltókra szombaton, itt is egy ház kapott lángra. Gázpalackos hősugárzóval fűtöttek hátul a rongytraktárhoz, az robbant föl talán, nem tudom, fogalmam sincs. Ebben a tűzben és az oltás közben sem sérült meg senki, de az épület teljesen tönkrement, lakhatatlanná vált. 2 nappal korábban ugyancsak Nógrádban, Bátony terenyén égett le egy ház. A tűzoltó kiérkezésekor a családi ház tetőszerkezete már teljes terjedelmében égett, és a tűz átterjedt a lakóterületre is. A tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal a tüzet megfékezték, de tűzoltás közben az egyik tűzelintett helységben egy elhunyt szemét találtak.
A házban összesen 8 ember, köztük 3 kisgyerek élt. A kicsiket sikerült kimenekíteni, de egy idős családtagot már nem tudtak a házból kihozni. A tűzokát itt vizsgálják, de a tűzoltók továbbra is fokozott óvatosságra intenek. Egyrészt a kályhák, kazánok használatával kapcsolatban, másrészt a közelgő ünnepek gyertya és csillagszóró gyújtásai is figyelmet igényelnek, hogy megelőzzék a tulajdonosok a tüzek keletkezését. Legalább 5-en meghaltak és több tucat ember megsérült, amikor fegyveresek támadtak egy keresztény templomra Pakisztánban. Éppen vasárnapi mise zajlott, amikor az egyik támadó bejutott az épületbe és aktiválta a testére szerelt bombát. Rémülten menekülnek az emberek ebből a metodista templomból Pakisztánban, miután egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát. Ezeken a felvételeken hallatszódnak azok a lövések, amelyeket két fegyveres ad le a templom bejárata előtt. A rendőröknek egyiküket sikerült feltartóztatniuk és lelőtték, a másik férfi azonban bejutott az épületbe és aktiválta a testére szerelt bombát. Éppen a vasárnapi mise tartott, körülbelül a felénél jártunk, amikor lövések kezdődtek, majd egy robbanás volt. Vannak, akik meghaltak, mások megsebesültek, meséli ez a szemtanú. A templomban óriási a pusztulás, általában 250 keresztény jár ide, az ünnepek miatt azonban a mostani misén több mint 400-an voltak jelen, egyelőre néhány halottról és több tucat sérültről tudni. A régió belügyminisztere azonban azt mondta, ha nem sikerült volna megállítani a második fegyverest, az áldozatok száma több száz is lehetne. Mindannyian a templomban voltunk, és épp amikor befejeződött volna az ima, lövöldözést hallottunk, ezért bezártuk a templom ajtaját, egy rendőrnő állt kint, őt is behívtuk. Aztán folytatták a lövöldözést, majd a robbanás történt az ajtó előtt az előtérben. Meséli ez a sebesült. A támadás Kvetta városában történt, közel az afgán határhoz. A főként szunita muszlimok lakta régióban nem szokatlanok a keresztények és a síta muszlimok elleni terrortámadások. Rakétaalkatrészeket és szenet próbált eladni az ausztrál fekete piacon egy férfi, hogy így szerezzen pénzt az észak-koreai rezsimnek. A rendőrség elfogta az ügynököt, aki állítólag több 10 millió dollárt kereshetett volna a szankcióktól szenvedő fennyának. Bilincsben viszik el a rendőrök azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Észak-Korea számára próbált termékeket értékesíteni a fekete piacon. A koreai származású férfi több mint 30 éve élt Ausztráliában, a hatóságok szerint fennyánnak dolgozott. Úgy gondoljuk, hogy Észak-Korea gazdasági ügynöke, úgy tűnik, hogy kizárólag hazaszeretetből dolgozott. Szerintem nagyjából bármit eladna azért, hogy a pénzt visszaküldje az észak-koreai kormánynak. Az, hogy vannak ilyen emberek, jól mutatja, hogy a kivetett szankciók működnek, mondja a rendőrség vezetője. A férfi a fekete piacon akart értékesíteni rakétaalkatrészeket, szenet és olyan technikai eszközöket, mint például a ballisztikus rakéták irányításához szükséges szoftver. A hatóságoknak bizonyítékuk van arra, hogy a gyanúsított magasrangú észak-koreai tisztségviselőkkel állt kapcsolatban. Az azonban biztos, hogy a férfi még nem tudta nyélbe ütni az üzletet, amellyel több 10 millió dollárhoz juttatta volna a rezsimet. Észak-Korea egy veszélyes, vakmerő bűnöző rezsim, amely a régió békéjét fenyegeti. Úgy tartja fenn magát, hogy megkerüli az ENSZ szankcióit, de nem csak úgy, hogy szenet és más termékeket árul, hanem fegyvert és drogot is, és részt vesz a kiberbűnözésben. Életbevágóan fontos, hogy minden ország kitartóan érvényesítse a szankciókat. Minél nagyobb nyomást tudunk helyezni Észak-Koreára, annál hamarabb várható, hogy észhez térnek, mondta az ausztrál miniszterelnök. A Sydneyben elfogott férfi a jövő héten áll bíróság elé, ha a bűnösnek találják, akár 18 év börtönbüntetést is kaphat. Holtan találtak a torontói otthonában egy kanadai milliárdos házaspárt. A férfi a világ 7. legnagyobb gyógyszergyártó cégének alapítója volt, 5 éve vonult nyugdíjba. A rendőrség szerint gyanúsak a haláleset körülményei. A tragédiát az egészségügyi miniszter is kommentálta. Azt írta, csodálatos emberek, hihetetlen emberbarátok, az egészségügy nagy vezéregyéniségei. A kanadai miniszterelnök szintén a Twitteren fejezte ki részvétét a családnak és a barátoknak. Bekötött szemmel kötéltáncolt egy férfi majdnem fél kilométeren keresztül. A francia kötéltáncos új Guinness rekordot állított fel mutatványával, amelyet Kínában hajtott végre. A kötelet egy völgy fölé feszítették ki, és 26 perc volt, mire átért rajta. A 18 éves fiatal két versenytársával vágott bele a mutatványba, de csak neki sikerült. A kötél ráadásul rugalmas anyagból készült, ezért sokkal nehezebb volt rajta gyalogolni.
Nem mindennapi mentést hajtottak végre a Kékesen. Egy autót kellett kimenteni a sípályáról. A jármű tulajdonosa azt mondta, azért mentek fel kocsival a hegyre, hogy kipróbálják, mit tud. A hóágyukkal frissen megszórt pályán azonban az autó hamar feladta és elakadtak vele. A kocsi hajnali 4:30 körül került a pályára, de kimenteni csak délelőtt sikerült. Ez az autó került a hó fogságába, hogy látható, tengelyig süllyedt a hóba, így esélyük sem volt arra, hogy önerőből vissza tudjanak vele menni a hegy tetejére. Az autó utasa azt mondta, hogy kíváncsiságból autóztak be a pályára. Taratrakosva lett volna, ahogy lent, akkor lemegy, de ugye ágyúzva volt végig, frissen, több órája, aztán így. Itt 3 méter van alattunk legalább. Ezeket a felvételeket a Kékes tetői webkamera készítette akkor, amikor az autó behajtott a pályára, majd ugyanezen a kamerán már az is látszik, ahogy délelőtt a pályagépe kivontatja a kocsit a lejtőről. Gondolta, hogy az ő autója bírja biztos. Nem tudom, fel se tudom fogni. Hát mindegy, hát próbálkozni kell, biztos. Ennyi. Most meg kipróbálják a ratrakos vontatást, gondolom. A pálya munkásai reggel értesültek a történtekről, az nekik is egyértelmű volt, hogy ez az autó önerőből innen nem tud kijönni, így segítséget hívtak. Kihívtuk a rendőrséget, hogy helyszíneljék le az esetet. A bírság nem váratott magára, megkapta a behajtó gépjármű tulajdonosa, és most várjuk azt, hogy a mentés megkezdődjön. Az első adatok szerint egyébként sem az autóban, sem a pálya felépítményeiben nem esett kár. A pályán dolgozók egyébként azt mondták, hogy nem egyedi esetről van szó, gyakran próbálkoznak, főleg 4-kerékhajtású autókkal a pályán, de a kísérleteknek rendre ugyanaz a vége. Elakadnak a meredek lejtőn a hóban, és ki kell őket menteni. Hatalmas a roham az üzletekben egy héttel karácsony előtt, nem csak a bevásárlóközpontokban, hanem a karácsonyi vásárokon is akkora tömeg volt ezüst vasárnap, hogy alig lehetett mozdulni. A legtöbben már a halat és a húst is megvették a hétvégén. Volt, aki biztosra ment és telefonon kért segítséget, hogy mit is kell vásárolni a karácsonyi menühöz. Megduplázódott az élelmiszerboltok forgalma is egy héttel karácsony előtt. Ezüst vasárnapra már a legtöbben megvették a menü hozzávalóit. Az átlagos szombati napi forgalomhoz képest tegnap az üzletek már 2-2,5-szer akkora forgalmat bonyolítottak le, mint ahogy azt egyéb időszakban megszokhattuk. Azt lehet mondani, hogy minden termék iránt most már jelentősebb mértékben megnőtt a kereslet, hiszen a sütés kellékein túl most már a friss termékeket is nagyon nagy mennyiségben vásárolják. Az üzletlánc kommunikációs vezetője szerint már az is megfigyelhető, hogy karácsonykor a jobb minőségű termékeket keresik a vásárlók. Halászlé, rántott hal, töltött hús, beigli, muffin, meg torta. Ez a hölgy a karácsonyi menüt sorolja. Ő már megvette a halakat, de volt olyan vásárló is, aki csak később kezdi a nagy bevásárlást. Majd pénteken. Nem csak az élelmiszerek, hanem a műszaki cikkek után is megindult a roham. Ebben a műszaki áruházban már szinte mindenki karácsonyra vásárol. Már a személyes ajándékoknak a vásárlása zajlik, ez a tapasztalatunk. Mi korábban inkább a nagy családi ajándékoké volt a főszerep, mint a televízióké, hűtőszekrényeké, mosógépeké. Most már előtérbe kerültek a mobiltelefonok, a számítástechnikai kiegészítők, illetve a kisháztartási gépterület, ahol például a hölgyeknek remek ajándék ötletek vannak szépségápolási területen is. Készül a családi fotó az egyik budapesti karácsonyi vásárban. Az időjárás nem, de a forradból illata az ünnepet idézte meg. Szinte mozdulni sem lehetett a Szent István téren, rengeteg külföldi gyönyörködött Európa negyedik legszebb karácsonyi forgatagában. Az advent a bazilikánál alig 200 szavazattal maradt le a dobogóról. Rendőrök felügyelik a rendet. Budapesten az összes tömegrendezvényt ilyen betonelemekkel vették körbe. A gyerekek legnagyobb örömére. Rászoruló gyerekeknek szervezett mézes kalácssütést az Ökumenikus Segélyszervezet. Évente 1500 gyereknek nyújtanak valamilyen formában segítséget. Idén már több mint 50 millió forint gyűlt össze, de karácsonyig még várják az adományokat. Kicsit megszeppenve léptek a terembe a gyerekek, de néhány perccel később már jelesen volt az ijegységnek. Mindenki talált magának valamilyen elfoglaltságot. Volt, aki tésztát nyújtott, majd formára is szaggatta. És utána te is díszíted majd fel? Igen. Hú, de jó lesz. Hú, de jó van.
Mások már a kisült kalácsot díszítették, és nem csak a lányok. Voltak olyan kamaszok is, akik nagy műgonddal díszítettek. Viszont nem láttam, hogy kóstoltad volna. Hát azért. És hogy ízlik? Jó. Akinek nem volt kedve sütni vagy díszíteni a kalácsot, az különböző ünnepi díszeket készíthetett, például karácsonyi képeslapot. A mostani foglalkozást több közismert önkéntes is segítette. Péter Szabó Szilvia szerint azért fontos az évvégi adománygyűjtés, mert ilyenkor sokkal érzékenyebbek az emberek a rászorulókkal kapcsolatban. Az énekesnő szerint az is fontos, hogy ismertségükkel segítsék az adománygyűjtést. Nagyobb platformunk van arra, hogy felhívjuk minden ember figyelmét arra, hogy segíteni kell, és ott kell lenni azok mellett, az emberek mellett, akik bármilyen formán rászorulnak embertársaink és többi ember segítségére. Az Ökumenikus Segélyszervezet már november közepe óta gyűjti az adományokat, eddig több mint 50 millió forint gyűlt össze. Ilyenkor nem csak az ünnepi időszakra gyűjtenek, hanem az év többi részére is. Segélyszervezetünk évente körülbelül 1500 gyerekkel foglalkozik rendszeresen. Ez azt jelenti, hogy heti szintű fejlesztő foglalkozások, közösségi programok vannak. Ez itt a mai, ez egy kifejezetten ünnepi alkalom, ma egy osztálynyi gyereket látunk itt vendégül. Ez is alkalmas talán arra, hogy felhívjuk a figyelmet erre az egész évben zajló munkára. A segélyszervezet egészen karácsonyig várja az adományokat. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal lehet hozzájárulni a gyűjtéshez. 20. alkalommal láttak vendégül hátrányos helyzetű gyerekeket a Diótörő mesebaletten. Az elmúlt két évtizedben 24 ezer gyermek élhette át ezt az élményt. Sokan közülük nem csak most először láttak balettet, de még Budapesten is először jártak. Voltak, akik futva érkeztek, hogy lenekessék az előadást. 1500 meghívott gyerek nyüzsgött az Erkel Színház minden létező emeletén. Nagyon szeretjük a Diótörőt, és ezért izgulunk. A mesebalett a csillogó díszletek között elvarázsolta a gyerekeket. Szépen táncoltak, és tetszett. Mi tetszett a legjobban? A Diótörő. Milyen volt a Diótörő? Egy kicsit ijesztő. A gyerekeknek egész biztos, hogy több mint a 90%-a nemhogy operában nem volt, hanem még Budapesten sem. Tehát ezek a gyerekek sajnos nincsenek olyan körülmények között, hogy ők színházba járjanak, ne talántán operába. A balettáncosok biztosan megtettek mindent, hogy ez felejthetetlen élmény legyen számukra, és ámulhassanak például a hatalmas ugrásokon. Gyerekeknél ugyanúgy ez a sziszon, az ugyanúgy 120%-os, vagy lehet egy picit lájtosabbra menni? Nem, mert utána bejönnek és fejbe csapnak minket, ha az a sziszon nem olyan volt, mint amikor felnőttek vannak. Ezen az előadáson nem csak a nézőtéren volt rengeteg gyerek, de a táncosok között is. A két gyerek főszereplő is csak 11 éves és 13 éves. Hihetetlen komolysággal beszéltek arról, hogy mennyire meg akarnak felelni a gyerekeknek. Ekkora horderejű előadáson még nem vettem részt soha. Az első előadáson, amikor meghajoltam a legvégén, teljesen felpörögtem. Utána alig bírtam lenyugodni. Itt a színpadon amúgy nem látsz semmit a nézőkből. Az könnyű, hogy nem látod például, hogyha jönnek szüleid, nem látod az arcod, és nem izgulsz annyira, mint hogyha látnál mindenkit, milyen arcokat vágnak. Valószínűleg itt, ha látta volna a főszereplő kisfiú, csak csodálatot látott volna az arcokon. Legalábbis a taps, ami még a kulisszák mögött is dübörgött, ezt mutatta. És eddig a híradó, most indul a Start, Krúj Ömgyiával és Fújt Rutkóval. Szervusz Rutkó, jó reggelt, nálatok miről lesz szó? Szervusz Géza, jó reggelt a nézőknek. Érdekes volt nézni a Diótörő tegnap az arénában, a Diótörő és Egér király bemutatója közben volt a cipős doboz akció gálája. Ugye kolléganőd Nemes Anna az egyik háziasszony, illetve ő a háziasszonya 2017-es cipős doboz akciónak és a Tabita gyermekháznak a kis lakóinak. Tegnap a színpadon adhattuk át az első cipős dobozokat. Már 45 ezernél tartunk. Van még néhány nap, lehet teljesíteni azt a 60 ezret, úgyhogy hajrá. Na, izgalmas lesz a ma reggelünk, mindjárt itt lesz Bangóné Borbé Ildikó, ugye ő az MSZP országgyűlési képviselője, vele fogunk lapszemlézni, érdekes napok vannak az MSZP mögött, meg lehet tudni, hogy egészen pontosan hogy állnak.
pontosan azért, mert utána majd mindjárt jön Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, akik viszont felállították a saját listájukat. Ezzel úgy néz ki, hogy eldőlni látszik, hogy nem lesz közös összefogás, közös lista, tehát közös lista az MSZP és a Demokratikus Koalíció között. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje, közben fenntartható jólétet ígér, és azt mondja, hogy a választások után akár egyetlen nap alatt is le tudják bontani a mostani rendszert, és a mostani rendszert ő 27 évre ért, tehát itt lesz velünk Szél Bernadett, és aztán jön Volner János, aki azt a hangzatos bejelentést tette, hogy elképzelhető, hogy a Jobbik nem is indul a választásokon 2018-ban, közben volt egy tüntetés, volt, aki azt mondta, hogy néhány százan volt, aki azt mondta, hogy 1000-1500-an voltak. Volner Jánostól megkérdezzük, hogy mennyire voltak ezzel elégedettek, hogy áll az a gyűjtés, amit elindítottak, hiszen 660 millió forintra büntették meg őket összességében, illetve hogy indulnak-e a választásokon, lesz ez, meg sok minden más is, Géza. Nagyon tartalmas lesz a ma reggeli műsorotok, várjuk tehát a nézőket, én pedig 7 órakor várom önöket ismét hírekkel, most pedig megmutatjuk az időjárást, mielőtt indulna a start, viszontlátásra.